Advent első vasárnapján a református templom parókiáján rendeztek ünnepséget a városi rendezvénnyel egy időben. Darvas Tanács Erik tiszteletes köszöntő beszédében az ünnep valódi tartalmát igyekezett megragadni. Hát végül is a lényeg ennek az alkalomnak az, hogy megragadva az alkalmat. Van egy bibliai ige, kihasználva az időt. Valóban van különbség az idő meg az idő között, amikor az ember úgy érzi, hogy nem csupán eltelt az idő. A gondolat helyett sokszor van gondolatmenet. De semmi alapja nincsen. Amikor mondunk valamit, állítunk valamit, bebizonyítjuk, de semmi értelme nincsen. És ezért reméltem, hogy sikerült találni a 4 vasárnapra 4 olyan, legalább 4 olyan előadót, de többen lesznek szerencsére, akik nem gondolatmenetet fognak itt közölni, hanem olyan gondolatokat, amibe úgy bele lehet csipegetni, és tanulunk belőle valamit. És ezért is bízom benne, hogy aki rászánta ezt az időt, a kronoszt, annak kairosszá, azaz hasznos, idővel nem mérhető, hanem súllyal mérhető időt fog ez jelenteni. Az ünnepség részeként Kalamár Hajnalka és Kabart Zoltán író-pszichológus házaspár osztotta meg személyes gondolatait a hallgatósággal. Nálunk talán Hajnalka kezdte el szorgalmazni a jó néhány éve, hogy hát adjunk ennek egy kis jelentőséget, egy kis hangsúlyt, hogy a gyerekeket is valahova oda lehet terelni, ahol lenniük kéne, hogy bizonyos beszélgetések elhangozhassanak, bizonyos gondolatokat meg lehessen osztani, készfogások lehessenek, esetleg ölelések, visszaemlékezések vagy előregondolások. A családias hangulatú rendezvényen egy rövid vetítés során Erik tiszteletes erdélyi képeit is megnézhettük, majd a tiszteletes úr egy szeretett vendégség keretében köszönte meg a látogatást.